Itt állok Csantavéren a Páduai Szent Antal római katolikus templom bejárata előtt, beszélgető társam Utcai Róbert plébános atya. Vele beszélgetek most, és az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy miért volt szükség a felújításra, ami nemrég kezdődött itt a templomban? A 20-as évek második felében építették fel ezt a csodaszép csantavéri templomot. Akkor a hívek adományából sikerült ezt a nagyon nagy tervet, nagyon nagy álmot megvalósítani. A 8 évtized alatt viszont már ez a templom kezd egy kicsit itt-ott tönkre menni. És már az előző években is gondolkodtunk azon, hogy jó lenne egy kicsit javítani rajta, de sajnos az anyagi keretek ezt nem tették lehetővé. Próbáltunk itt-ott pályázni. Az ígéretek jó, szép és gyönyörű, fantasztikus aláírások mellett sajnos a pénzekből semmit nem láttunk. Nagyon örülök annak, hogy a mögöttünk álló évben a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően megkezdhettük a munkálatokat. Ők ugyanis egy, mondjuk így jelentősebb összeggel támogatták a felújítási folyamatokat, melynek az első részébe a templom tetőszerkezetének a felújítását helyeztük bele. A tetőszerkezet felújítása mennyi időt vesz igénybe, és milyen lesz majd, hogyha megszépül, megjavul? A bádok tetőt szeretnénk rendbe tenni. Ez azt jelenti, hogy nem az egész tetőt cseréljük le, hanem bejavítjuk ott azokat a helyeket, ahol már kezdtek tönkre menni, kezdett befolyni az esővíz, a hó és az időjárási viszontagságoknak következtében. A sekrestye fölötti részt, illetve a lurdi barlang feletti részt már teljesen felújítottuk, ott egy az egyben lecseréltük az eddigi gerendákat, az elkorhadt gerendákat és a bádok tetőt, le is festettük. Most a következő lépésben a teljes csatorna hálózatot vagy csatorna szerkezetet felújítjuk, lecseréljük, és a felső, a főhajónak a tetőszerkezetét viszont csak lemossuk, bejavítjuk és lefestjük, tehát hogy így teljesen megvédjük a templomot a beázásoktól. Milyen egyéb munkálatok zajlanak itt mellettünk? Látjuk itt, hogy a bejáratnál is történik valami. Igen, a munkások nagyon ügyesen végzik a dolgukat. A bejárati lépcsők már nagyon tönkre mentek a 8 évtized alatt, kőből készültek, és nagyon szépen megcsinálták akkor az emberek, viszont az idő vasfoga azért kikezdte sajnos ezeket a lépcsőket is, és éppen ezért többen kérték a hívek közül, hogy jó lenne ezt valamiképpen bejavítani vagy felújítani. Viszont azt a meglévőt már javítani nem nagyon lehetett, az egy-két év múlva kipotyogott volna az a javítás, így hát úgy döntöttünk, többekkel konzultálva, hogy inkább akkor a teljes lépcsőzetet felújítjuk, helyette a kő lépcsőzet helyett gránitot teszünk, égetett gránitot, ami nem csúszik, viszont nagyon szépet mutat, méltó a templomunkhoz és méltó a templom előtti térhez. Ezek a munkálatok mikorra fejeződnek be, mikor lesz teljes pompában a templom? 5-10 év múlva remélem, viszont amit most megkezdtünk, az bízom benne, hogy egy néhány hónapon belül teljesen befejeződik. Tehát ez azt jelenti, hogy a lépcsőket azt egy néhány héten belül befejezik. Itt a templom elejét még szeretnénk felújítani, ez azt jelenti, hogy az oszlopokat újra bevonni olyan anyaggal, ami hát bízunk benne, egy jó pár évtizedig nagyon szépet mutat, és szeretnénk lemosni az egész templom első részét. Lemossuk, és aztán egy bizonyos anyaggal, nem nagyon értek hozzá, lekenjük, hogy a víz aztán ne ártson így a tégláknak. Beszélhetünk esetleg az anyagiakról. Ezek a mostani munkálatok mennyibe kerülnek, és a teljes felújítás mennyibe kerülhet? Hogy mennyibe kerül, mindezt nem is tudom kimondani, hisz mindig jönnek újabb kiadások. Amikor megkezdtük a tetőszerkezetet javítani, azt gondoltuk, csak egy picit majd ott a sekrestye fölött is bejavítjuk a bádog részt, viszont kiderült, hogy teljesen elkorhadtak alatt a gerendák és a deszkák. Így hát mindig jöttek plusz kiadások. Most a pontos összegről nem tudnék beszámolni, hisz még nem vagyunk a végén. Az majd talán a végére derül ki, viszont egész biztos, hogy egy 30-40 ezer euró lesz az összesnek a jelenlegi munkálatoknak a költsége, amit, ahogy említettem, a Magyarországi Emberi Erőforrásoknak köszönhetünk, illetve a csantavériek önzetlenségének is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szívesen!